Na, szevasztok, srácok! Itt vagyok Pesten, mint látjátok. Hatalmas forgalmakba. Hozom a kis dragimet. Nagyon sokan kérdezitek, hogy mivel mérünk 0-100-at. Én szerintem nagyon sokszor el lett mondva, de ha nem, akkor most is elmondom, hogy a Draghi nevezeti applikációval, ami egy hardveres cucc, tehát van hozzá egy kis hardver is, nem csak applikáció, tehát nagyon sok üzenetet írtak ezzel kapcsolatban, hogy nem működik, leszeditek az applikációt, de nem működik, és hogy kell működésre bírni. Hát venni kell hozzá egy hardvert, és azzal fog csak működni. De mindegy, nem ez a lényeg. Le fogunk mérni ma egy nagyon erős Ibizát, egy állítólag nagyon erős Ibizát, sőt, nem állítólag, ez nagy valószínűsége tényleg nagyon erős. Ezt azért mondom, mert a srác, aki ez a kocsi, ő vett egy mérőpadot, és tegnapi nap folyamán lemérték a kocsit. Én úgy tudom, hogy először megprogramozgatták egy kicsit, és nagyon sok lóerő jött ki. Úgyhogy most erről fog majd nektek mesélni a srác, amint odaérek. Úgyhogy indulok is. De mielőtt a méréseknek nekikezdtünk, természetesen ezt az autót is lekérdeztem. Látható, hogy Seat Ibiza elvileg egy nagyon jó autóról van szó. Nagy valószínűséggel nem volt lopott, illetve nem volt sérült. Talán ami a legtöbb információt adja, az maga a felszereltség, ahol le tudjuk csekkolni az alapadatokat, hogy minden stimmel, nem volt esetleg motorcsere, vagy jobb kormányosról balkormányosítás, esetleg váltócsere. Nagyon szépen kiírja az összes ilyen extrát, ami járt annó az autóhoz, és ezeket érdemes is lecsekkolni, hogy valóban megvannak-e jelen állapotában az autónak. Plusz még ugye kapunk egy ellenőrző listát. Ha egyébként autóvásárláson töritek a fejeteket, akkor azért is érdemes lekérdezni egy-egy autót, akár egy ilyen lekérdezésbe is belefuthattok, mint például ez a Volkswagen Passat, ahol kilométeróra probléma is van, illetve baleset is volt az autóval. Látható végig, hogy Németországtól vezetve van, amikor behozták Magyarországra, elég erősen le lett tekerve a kilométer. Ami még durvább, az ezek a sérülések, konkrétan szinte totálkáros volt az autó 10-15 ezer euró, ami azért már elég nagy összegnek számít. És látjátok, így nézett ki az autó, és nagyon rossz lehet annak, aki esetleg vesz egy autót, és nem kérdezi le előtte, majd később a haverok vagy valaki lekérdezi, és ezeket a képeket elé teszik, hogy ez az autó, amit te megvettél, bizony így nézett ki. Emiatt nagyon tudom ajánlani, hogy az autó árának a töredékéért nyugodtan kérdezzétek le ti is a megvenni kívánt autót, vagy akár a jelenlegi autótokat akár vertikálon, amit a leírásban található linken meg tudtak tenni. Köszönhet. Hello, szia, hello. Neztek, zsírúj HD dob. Szomszédnek vissza kell adni holnap. Addig mesélj már, mi történik most. Hát most megmutatjuk, hogy kell felpukkantani. Nem. Most tömören az lesz, hogy megpróbáljuk most eddig. Volt egy motorvezérlő cserénk, mivel a gyár az eddig rossz volt. Úgyhogy kipróbáljuk azt, hogy most az új motorvezérlővel erősebb lesz, nem lesz erősebb. Tegnap azt mutatta, hogy erősebb lesz, reméljük most is. Megpróbáljuk beindítani. Az a jó, hogy ilyenkor általában nem indul be. Csak egy pár hengerrel. Most megjöttünk. Hagyjuk bemelegedni egy kicsit. Aztán utána megnézzük, hogy milyen lesz. Meg ez a hangja? Ha. Na, jó! Egészséges! Vigyel még kicsit meg! Autót ugye, lett egy mennyi, nem is tudom már mennyi, 350, valahány lóerőnk lett. Sok. Úgyhogy most boldogok vagyunk,
Úgyhogy meg mindjárt megyünk egy tesztkörre, megnézzük, hogy mi van, hogy van, beszélgetünk róla még úgy is, mert elmegyünk addig, amíg felcsavarozzák a Subarut a padra, hogy ne nekünk eljen. Ja. Cseles, cseles. Majd a kellemes részére visszajövünk. Meglátjuk. Mert most néztek összkerekes mérést is. Igen, most lesz először. Azt sem tudjuk, hogy kell bekapcsolni a padot, hogy összkerekes legyen. Azt sem tudjuk, hogy nyújtjuk el, de most megpróbálkozunk, mert mindent el kell kezdeni egyszer. Az első lépések. Ezért most majd kiderül, mikor egy tipit kell cserélni még este a Subarun. Lubogni. VRX. Ez? Kit vert el egy Abarth? Egy RS Focust. Egy új RS Focust. Egy Abarth. Most mi lesz? Szenved tőle. Nagyon. Kovácsolt belső kell, minden kell. Nem úsztam meg a felrakást. Itt a tömítésnél. Ott, akkor itt láttam, látod, hogy a massza el van izélve. Mit vizsgálunk, hogy hol rohad? 26, aha, ott rohad sajnos, 26 év. Ah, ugyan már. Meg itt is van ilyen kis barnulás. Az a hátsó ablakfosó molyadék. Hátsó ablak itt. Igen, még nem láttam. Kombikba szokott ilyen lenni. Hát túl van bonyolítva az egész nagy kárpit, látod. Itt is, hogy meg van bonyolítva, nem? Van benne egy ilyen valami filc, amit talált a japán a gyárba. Beledobták a... És kész. Felmosorongyat, ez kész. Van repedezve. Az se egészség. Hát, csinálj. 26-27 év az. Ez hány ló? Hát 238 gyári van. Szóval annyit kéne nagyjából itt látni majd. 26 év annyi volt, most mennyi, azt nem tudom. Nincs rá a katalizátor, meg középdob. Hát ez... Meg igazából 180-nal le kéne tiltson, de nem tilt le. És én szerintem ez nem gyári, ez a mókolásik, ez a kábel. Szerintem ez nem gyári. Hát az lehet. Hát nem tilt le. Ki tudja, ki tudja. De ki tudja, majd kiderül, hogy... Mert ami japán vagyok, hogy csak 180 lehet, igen, az összes. Ez nem tilt le. Na, itt már mindjárt megvan a téma. Gyorsakit várunk itt az alkat részé. Én lementem a szvárparkolóba, csúsztam, három kanyart, jön a rendőr, rám repizget, vágod? Megállok mellette, és mondja nekem, hogy maga mit csinál? Mondom, semmi, mondom, megyek hazafele. Befejeztem már, mondtam neki, tudod, hogy ez semmi. És ilyen vuzi módon, hogy mit fejeztétek be? Ember törtem volna. Ez ilyen 45 ezer lett. Mondom, mit csúsztam, három kört. Hát ez most 45 ezer volt. Csak nem könnyű. Csak egy kicsit próbálj meg ráfeszülni, egy kicsit odébb húzod. Hát, na most elfelejtettem. Hogy milyen könnyű? Hát én ezt kevés vagyok. Mesélj róla, hogy mit kell amúgy tudni a gépről. Na szóval ez egy 2004-es Ibiza Cupra. Igazából amikor hozzám került, akkor is már meg volt tuningolva. Egyszer-kétszer csinálgattuk is régebben az autót. És akkor jött egy alkalom, hogy meg tudom venni az autót. Az is mentem érte, igazából használtam úgy körülbelül egy másfél hónapig az autót, azzal a konfiggal, az se volt olyan rossz egyébként, de itt pont, hogy jöttem be a műhelyhez, elrepett egy dugó benne, úgyhogy úgy indult a projekt egyből. Akkor lett az, hogy szét lesz szedve az egész autó, elvittem gépműhelybe a motorblokkot, hengerfejet, stb. Majd ott kiderült, hogy annyira megsérült a hengerfa, hogy 2 literesnek kellett lennie, vagy egy új tömböt kellett volna használni. Nem akartam, mert hogy gyári motorkolt, stb. Mondom, akkor maradja minden egy gyári. És akkor így lett 2 literes az alja, meg lett furva, 2 literes dugó le lett szedve a dugó tetejéből. Akkor kapott H-hajtókart, hozzá lett könnyítve a főtengely. Nagyjából a motor tömb az ennyi. Akkor a hengerfej az nagy szerepes, viszont nincsen portolva a hengerfej. Illetve kapott most egy 10-feles tengelyt az autó, ezáltal jó szarul is indul. Akkor van benne 160-as firád, illetve egy 1.6 leömlés, van rajta egy 22-63-as turbo, V85-ös cső van az autó alatt, dob minden nélkül. Nagyjából így ez a technika ugye.
illetve most van benne egy dupla tárcsás kuplunk, most le lehet heggeszve a diffi, hogy hátha jobb lesz a rajt, de ugye így nem tudunk fordulódni vele nagyon, tehát így megy a szenvedés most azért, úgyhogy... Oké. Ebből nagyjából ugye ezt lehet róla tudni, van benne 4 város mapszenzor, illetve most ugye belett turbo, vagy hát ugye hogy a turbo ugye egy kicsit így nem volt elég ugye légmennyiségünk, ezért most ugye meg lett nitrozva a motor, úgyhogy most a hátsó ülés helyén van egy kis palackunk. Na azt meséld már amúgy, hogy röviden tömören, hogy van bekötve, meg mizu, meg mit kell tudni róla, mennyibe szóval... kerül, mennyi egy tas, na soha. Na szóval hát mindenki fél, én is féltem, hogy nitro és felrobbanunk, stb. Meg majd jön a kék lánga kipufogóval, stb. Ilyenek, de nincs semmilyen, nincsen egyébként. Azt hiszem, én Szlovákiából vettem ezt a szettet hozzá, körülbelül ilyen, ez a legegyszerűbb szett, ami létezik. Hoppá, várjál, elmett a fényünk. Ami felkapcsolódik újra. Nagyon jó. Igen. Na szóval, Szlovákiából vettem ezt a szettet, ez ilyen NX izé, Nitro szett, és igazából ilyen 240 ezer forint körül volt a szett, hogyha jól emlékszem, persze egy üres palackot adnak azért hozzá. Uh-huh. Az a palack az azért jó, mert azt mi el is dobtuk egyből igazából, de hát azt nem tudjuk használni, mert kicsi is, úgyhogy egy ilyen orvosi palack van berakva nekem. Annak van egy éves bérleti díja, és akkor úgy tudjuk töltögetni, így sokkal gazdaságosabb egyébként, körülbelül egy ilyen, ez a palac, ami benne van, hogy megmutatom, hogy mekkora, meg tudjuk nézni, annak az körülbelül ilyen 30 ezer forint körül van egy palack egyébként. Próbálgattuk már is számolgatni, hogy mind mennyit bír egyébként egy palack, azt lehet mondani, hogy szerintem ilyen 20-25-400 méter benne van egyébként egy ilyen palac. Nagyjából azzal az a fúvókkal, ami nekem van, ugye ez fúvókázni lehet, most igazából a legnagyobb fúvók van, ami a szedben volt, de ettől még lehetne egyébként nagyobbat is belerakni. Igazából tök egyszerű, kap áramot, egy mágnes kapcsoló, annyival meg lehet változtatni nekem, hogy ne legyen gomb, stb. Ne kell nyomkodni az autóban a nitrót, hanem most teljesen önálló, ami azt jelenti most, hogy van benne egy ilyen nyomásszabályzó, amit tudunk állítgatni, hogy milyen nyomás, milyen turbonyomáshoz, milyen turbonyomásnak kapcsolatban pontosabban a nitro szett. Ugye most úgy van beállítva, hogy ilyen 2 bár körül kapcsol be, mert próbálkoztunk, hogy levitt 1,6 bárra, de akkor úgy durog, lángol, meg mindent csinál, mint egy benzines, úgyhogy az annyira nem szerencsés, ugye? De ez a 2 bár most így bevált, úgyhogy azóta úgy működik igazából. Sajnán 12 000 kilométert így elmentünk, úgyhogy nitrozgatjuk a motort minden, és eddig még az igen. Nagyon nem történt semmi vele. És amúgy a szedben mi van? Így sorban a fúvóka, meg a palac? Hát, hogyha megnézzük, akkor van egy olyan fúvóka. Végigmutogathatod amúgy. Hát akkor van, nyissuk ki. Itt van egy jó kis kúlercsövünk, ez egyébként a gyári kúlercsöv az autónak, tehát hogy lekaparnánk róla ezt a kis bandást, akkor ott lenne a gyári cikkszám alatta, és akkor ez itt meg lett fúrva, ide be lett hegeszve nekünk, itt van benne ugye egy kis szelepünk igazából, és akkor itt van egy nyomáskapcsolón, végig egy cső, ami el van vezetve teljesen az autó alatt, kívül vezettük végig, be van vezetve a csomagtálcánál, és akkor ott van benne egy palac igazából. Ugye van 2 kábel, egy pozitív, negatív, ami rámegy egy nyomáskapcsolóra, és teljesen egyszerű. Tehát nincsen olyan nagy ördöngőség, nem én kötöttem be ezt, azért hozzá kell tenni, mert én féltem először tőle, nem tudtam, hogy mint van, én is teljesen be voltam szarra, mint mindenki más, meg hogy robban, stb. De most már így, hogy használom, azért semmi para nincsen bele, tehát most már nyugodtan nyúlkálok, nyitogatom a palackot csak úgy simán, tehát így semmi extra nincsen vele egyébként, hozzá lehet szokni. Úgyhogy nagyjából ennyi, most még annyi változtatásunk lesz, hogy már át lesz alakítva, hogyha minden összejön, akkor lesz egy nagyobb fúvókánk még benne. Illetve most még kap egy vízbetonol szettet hozzá az autó, a nitró mellé, hogy még legyen valami. De egyébként van bármi viszonyítási alap, hogy ez mennyit számít? Nincs. Hát most azért pont jó, hogy itt van a pad, és akkor így most tudjuk próbálgatni igazából. Ez most így lényegében nitró nélküli volt, nem? Igen, igen. Mert egy üres a palac. Hát körülbelül egy fél kiló, egy kiló lehet benne, de azt kell tudni, úgy, hogy ilyenkor már nincs benne akkor a nyomás, a többi, az már olyan, mintha semmi nem lenne igazából. És így volt, így volt 300, mennyi, 50 valami? Valahogy, nem tudom, 350. És akkor mi, nitróval, mi, 384? Nekünk a célunk az lenne, igen, most majd azért hozunk fel egy teli palackot, és akkor lemérjük úgy, és azt szeretnénk, hogyha így nitróval most ezzel a konfigura jelenleg tudni egy 380 lóerőt, de ugye most azért azt kell tudni, hogy jövő héten az autó szét lesz szedve, és akkor kap egy DSG váltót, illetve megkapja a vízmetanol szettet, meg egy másik turbót fog még kapni. Körülbelül így ennyi az lesz, igen, a jövő évi változtatás. Újra lesz coolerezve az autó, kap egy még nagyobb coolert, hogy ide is feljöjjön teljesen. Illetve talán idén még elsumákoltam az olajhűtőt, meg a gázolajhűtőt, hogy be legyen kötve rendesen, de most már azt is megcsinálom azért a tél folyamán. Így körülbelül ennyi, külsőre nem adok, az nem is érdekel igazából, csak menjen. Úgyhogy ez a lényeg. És belül látunk valami érdekességet? Igazából minden a teljesen gyár, annyi, hogy nincs benne most hátsó ülés, ugye. Kosz az van benne mindig.
ugye ott közé, a fejegység az ki van csúszva, de az azért, mert ott már stabilan megáll, minden egyes rajtnál mindig kiugrott, és úgy rájöttünk, hogy így megáll, úgyhogy úgy maradjon. Maradjon is úgy, ennyi. Tehát ott biztos helyen van most, ugye fölötte van az a kis nitrónak az a kapcsolója, amiről beszéltünk, azon kívül minden egy ári teljesen. Ja, látom. Az kemény, úgy van ott a palack. Igen. Az de igen. Ha benn van a hátsülő, és akkor beszoktam kötni három biztonságővel, és akkor biztos. Tehát így ennyi a rögzítésen. Az akjából. Szép. Úgyhogy ez ilyen. Úgyhogy... Meg egy mély láda. Hát az fontos. Ez a fújatós estékhez. És akkor mérésekkel hogy állsz? Hát próbálgattuk. A Viktor, aki programozta a kocsit egyébként nekem, ugye elvitte a részlogikot, ő méregette a kocsit egyébként, ilyen 0%-at próbáltunk mérni, de az rendkívül rossz volt, ugye, hogy nem volt benne sper se semmi. Akkor aztán ja, akkor még nem volt leegesztve. Akkor nem most volt leegesztve, most le van, de most meg már ugye hideg van. Hát igen, most, már, ilyen, most már ez a baj egyébként. 6-7 fok kb. Meg amúgy a lábammal is baj van így rajta még. Tehát már próbálgattuk az autót, de még meg kéne szoknom egyébként, hogy kéne rajtolni vele. Jaja. De méregettünk már így 100-200-at, ugye ilyen nagyon kis nitróval már volt a legkisebb fúvókával egyébként, akkor 93-at mértünk rá. De az 100-200-a? Igen. De az is olyan volt, mint most körülbelül, hogy kb. Nem megy semmi. Aha. Tehát az is olyan. Nitróval meg a barátnével próbáltam méregetni, mert egy személyen mindig elkapart 160-nál. Úgyhogy most igazából itt megállt a mérésünk, meg minden, nem is foglalkoztunk azóta vele. Most ugye ez a PAD projekt volt, és akkor most itt próbálgatunk mindent egyelőre. Ja. Úgyhogy nagyjából ennyi. Na hát akkor meglessük, hogy most mi zavar. Ilyenkor beindul egy két hengerrel legalább. Aha, hallom. Várjuk, még beindul rendesen. És megjöttük. Most már ilyenkor jó. Az kemény. Ez a 5-6-5. Azok a kutatók? Az ilyenkor kiírja a jelenlegi turbonyomást, tehát most 0,5-től. Ez ilyet fúj bentről? Aha. Ez nagyon kemény. Hagyjuk egy kicsit, hogy melegedjen azért. Fél tengely, az bírja? Én azt hittem, hogy az gyenge pontja lesz, de eddig nagyon jól bírja. Azt hittem mindegyiknek a gyenge pontja, igen, úgy, nem tudom. Régen nagyon sokat szenvedtem minden autónál, de ennél még semmi baj nem volt, úgyhogy bármi nem volt, úgyhogy eddig patika. De majd most. Kapar végig, baszki! De az igaz a görbe, full egyenes amúgy kb. Azért az a 9-7 ilyen fos időben, azért az jó. Lehetne jobb is, csak szarul váltottam, hogy amúgy nem látszik. Hallod, nézd meg, nem látszik. Igen, igen. Full olyan pici a váltás, ennél sokkal rosszabbakat szoktak. De tényleg, komolyan. Ha meg lesz a metanolos téma, meg minden jó idő lesz, akkor majd lemérhetjük megint. Ha kész lesz, addira jó idő lesz. Egy jó tavasz. Igen. Ja. Hát tényleg kíváncsi leszek, hogy akkor mit fog menni, de hát így is hány kiló amúgy a kocsi? Azt nem mondtam. 1160 kilóra mértük ilyen négy lakbancsos mérlegen egyébként, úgyhogy így kipakolva minden? Teli mindennel együtt egyébként annyi, úgyhogy... Ja, akkor még az lejön belőle. Hát lejött belőle, a hátsül is körülbelül mindennel együtt egy ilyen 25. Olyan könnyű? Hát ez Volkswagen csoport, tudod, ez nincs benne anyag. Ja, azt sokan mondják, ebben van az anyag, nem? Persze. Lóerő volt ez fénykorában, amikor még... Se, még kijött a gyárból. 160. 160? Aha. Hát most azért egy picit jobb, na. Picivel jobban, igen.
hát én ezzel, ez tényleg konkrétan ez boltba jár. Tehát én mindenhol ezzel megyek amúgy. Az nagyon kemény. Hát szeretem nagyon, ez jó kis kocsi. És ez a setup a 12 ezer van benne? Igen. De az csak nyílen, tényleg. Az amit szól egyfolytában. Baszik, akkor nagyon jól bírja amúgy. Mindenki ezen csodálkozik. Tehát sokan várták valahogy felrobbanjon, de még sem. Azon ki, hogy egyszer egy gázolajszűrőt felrobbantottam, mikor beleraktuk egy nagy AC-t, akkor annyi volt, hogy felrobbant a gázolajszűrő, ezt megoldottuk, az és azóta semmi. Úgyhogy... De még kipukkant az egész, vagy mi? Ujjaj, már kinyílt. Ne. Most mire jutottatok? Na szóval arra jutottunk, hogy nem jutottunk semmire. Holnap megpróbáljuk befejezni, vagyis elkezdeni pontosabban, mert nem tudjuk szinkronba hozni a padot egymással még. Hogy az első tenger működjön a hátsó tengelyen. Igazából ott ő rontotta el, de az más. És mi van, ezt rádunk? Jó, azért jó, mert ő szakács. Tehát nem ért hozzá, az egyik cukrász. Megfő, összefőzi itt a dolgokat.